no. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az Élet virágai mai vendége, Forrai Ildikó. Tadám! Most akasztjuk a hóhért. Én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, úgyhogy most beszélgetünk az Ildikóval. Igen, tehát most kivetesen nem te kérdezel, hanem téged kérdezlek. Te parapszichológus vagy. Igen. Mióta tevékenykedsz ebben a szakában? Ebben a dologban? Hát mondhatnám 16 éves korom óta. De csak akkor még nem így hívtak, mert akkor még azt se tudtam, hogy ez létezik, meg azt se tudtam, hogy mi az, hogy para, meg pszichológia. De úgy igazából, amikor a mesteremtől meg is tanultam, hogy a világ hogy működik, és akkor ezt már annak lehetett hívni. Ez a, tudod, az érzékelésen túli világnak hatása van az érzékelt világunkra, és én ezt érzékelem. Tehát ezt el tudom mondani valakinek ilyen kézzelfogható módon, vagy megfogalmazva. Azt lehet tudni, hogy 16 éves korodban mi volt ez a dolog, amivel elindult? Ez egy klasszikus történet, mert röhögtem az anyukámon, hogy ki eljárt kártyavetőhöz, és mondtam, hogy egy papírlap az miért mondaná a sorsát, és akkor behívatott a bácsi magához, hogy tudjak róla, hogy én felnőtt koromban ezzel fogok foglalkozni, és ne csináljak nagyjából hülyét magamból, és hagyjam abba ezt a szidást, és majd, ha megértem rá, akkor higgyem el, hogy ez elő fog jönni. És aztán 26 éves koromban találtam kártyát, titokba, mert hogy a nem tudom, valami dohányboltban egy néni mondta, hogy nehogy megmondjam valakinek, hogy hol vettem, mert lecsukják. És akkor ezt kinyitottam, német volt, így egymás mellé leraktam a kártyákat, azt lefordítottam magamtól, és összeolvastam egy értelmes magyar mondattal, és még úgy is megvalósult minden. Úgyhogy ez így kezdődött, tehát azért, hogy attól kezdve, akkor már rögtön elkezdtem mindenre odafigyelni, mert nem is nagyon értettem, hogy ez hogy működhet. De azért mondjuk érdekesség, hogy amit a bácsi elmondott, az ugye nem nagyon érdekelt, mert amit a múltamról elmondott, gondoltam, az anyukám mondta el, hát a jövő meg nem nagyon érdekli a 16 évest. De amikor úgy nehezemre esett, akkor, hogy terhesség, meg hogy megyek férhez, meg mindenféle ott zűr volt, rögtön elővettem a bácsi papírját, mármint amit ő mondott, és fölírtam, és az attól kezdve mind megvalósult addig a 22 éves koromig, és aztán ottól kezdve már odafigyeltem rá. Ahogy mondtad, egy 16 éves nem nagyon érdekel a jövő, tehát inkább a jelen pillanatnak él, ugye ez a tudatosságban már így hívjuk, hogy a jelenben benne élni. Mennyire rázott meg ez a dolog, vagy mennyire volt furcsa, mennyire idegenkedtél tőle, hiszen nem lehet könnyű, hogy olyan dolgokat látsz, hallasz, ami... Mármint hogy az, hogy egyáltalán ezt mondták, hogy fogok vele foglalkozni. Nem, gondolom neked is elindult, tehát ahogy a kártyát. Én nagyon nem, szóval hogy mondjam, kezdetben és ma már például, ha tanítok, akkor ez a legelső, hogy megtanítsam, hogy ez veszéllyel jár, és tényleg lehet nagyon-nagyon kóklerként nagyon nagy kárt okozni valakinek, mert az illető, ha még nem ért meg arra a szintre, hogy ezt fölfogja, vagy be tudja építeni, vagy helyén kezelje a dolgot, akkor konkrétan mindenféle baja lehet, fizikális baja is lehet, mert hogy a lelkétől összerongálunk valamit. Hát nagyon, mert hogy én egy bika vagyok egyébként, és ez nagyon erősen az anyaghoz ragad, földhöz ragad, és mai napig se száll el az agyam. Tehát ez a lila köd, meg hogy annyira magasan rögtű valaki vagyok, ez most se. Hogyha teljesen racionális magyarázata van a dolognak, már pedig a parapszichológia, vagy pedig az univerzum az sokkal tágabb. A mesterem annak idején úgy mondta, hogy a véges agyunkkal viszonylag nehéz fölfogni a végtelent. És hogyha az univerzumnak a törvényeit konkrétumnak veszem, már pedig biztos, hogy jól működik, mert hogy az egész körülöttünk lévő világ azért nagyjából egész jól össze van rakva, akkor az olyan, mint egy használatú utasítás. Ezt meg lehet tanulni, és van két ilyen mondat, amit az egyik a jobban szoktak használni, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít, viszont van ennek egy folytatása, hogy a törvény ismerete feljogosít ennek használatára. Most ez a földhöz ragadt Ildikó úgy használta az összes később megszerzett tudását, vagy tudásomat, hogy igenis, ez a földi viszonyokban, a földi törvényekhez is használható legyen, mégis hát húsvérként itt élünk. Hát ha ezt itt nem tudom úgy alkalmazni, hogy itt jól tudjam élni az életemet, akkor kit érdekel, hogy ilyen magas röptű ízékkel én most tisztában vagyok-e, vagy nem? Lehet, hogy ez a népszerűséged oka? A népszerűséget most tegyük félre, de hogy nagyon sokan megkeresnek itt a Lélek TV-ben is, hiszen minden héten van egy nap, ez a csütörtök, amikor te élőben jelentkezel és tanácsokat is adsz. Most elindult egy új sorozat, méghozzá filmek, azok is nagyon népszerűek, a különböző témakörökben a tanácsokat. Tehát hogy lehet, hogy ez a földön maradás a titkod? Biztos, hogy igen, és ráadásul én valami hihetetlenül praktikus
praktikus tanácsokat tudok adni. Most mielőtt még kiderül, hogy egy zseni vagyok. Majd én zsenizlek, de nem, ez konkrétan tényleg fontos, mert hogy olyan okosakat tudok mondani. Ez tény és való. Mert okozati összefüggéseket egyre jobban értem, igen, ám csak én egy tisztán tudó vagyok. Most az összes érzékelésünket lehet távhallás, távlátásban érzékelni, és valakik úgy látnak, hogy megfog egy tollat, és tudja, hogy az illetővel mi történik és hol van. Én pedig tudok. De nem azért, mert a Forrai Ildikó olyan baromira okos, hanem azért, mert hogy én arra a csatornára könnyen rá tudok állni, tehát mikor valakinek elkezdem megnézni az életét, nekem ott kinyílik egy könyv, és én tudom, hogy mit kell mondani, de ez klasszikusan már biztos a műsorban is elmondtam egy párszor, hogy rengetegszer van ilyen nagyon szépen megfogalmazott klassz kerek mondatban, egy olyan bölcsességet mondok el, hogy gyorsan titokba le kell írjam, mert nekem, mint Forrai Ildikónak, az válasz például egy előző problémámra. Tehát én ezt nem egészen magamtól tudom, persze rengeteg dolgot persze megtanultam, de ezt nem magamtól tudom, hanem jön az információ, és ott meg elég tiszta ez az információ, tehát ott már nem nagyon kell elmélkedjek rajta, hogy most ez igaz vagy nem. Tehát keresztül fut rajta a gyakorlaton. Az előbb mondtad, hogy vannak veszélyei például a kártyajóslásnak, mert hogy determinálhatsz, meghatározhatsz embereknél dolgokat. Hogyan kerüled ezt te ki? Hát úgy, hogy nem mondom meg neki, hogy mi történik majd a jövőjében, mert egyébként is az az érzésem, hogy a jövőt elmondani nagyon botor dolog. Tudnélik, rengeteg korábban megszerzett információtól, vagy keserűségtől, vagy félelemtől függ, hogy ő azt hajlandó-e megtenni. Viszont, hogyha én azt mondom, hogy ha ide mész, ez történik, ha oda mész, az történik, ha oda mész, az történik, és azért azt én úgy szoktam fogalmazni, hogy benne legyen az, ami neki igazán jó, mert ugye elég feltűnő, hogy azt kényelmesebb és pozitív dolog történik, és örömteli dolog. Alapvetően nincs benne egy emberben, hogy szerencsétlen legyen, beteg legyen, szegény legyen. Lehet, hogy szerényebb körülmények között él, de hogy szegény legyen és nélkülözzön, ez nincs beletervezve az életünkbe. Tehát utána, amikor én elmondom a lehetőségeket, akkor már viszonylag könnyen választ. De ezt mindig el szoktam mondani, hogy de te mit tanácsolsz, mégis mit csináljak? Mondom, nem gondolod, hogy az életedet helyette fogom élni. Én elmondtam a lehetőségeit, választani neked kell a végtelen bőségből, mert hogy ezt megkaptuk lehetőségként, és ez meg viszont a te dolgod. Visszatérve a kezdetekre, ugye megismerkedtél a kártyával, utána mi volt a következő lépcsőfok, tehát hogy merre indultál tovább? Hát ez is egy nagyon vicces dolog volt. Egyszer nagyon dühös voltam egy családtagomra, hogy ne részletezzük, hát ha valaki olyas is nézi, és dühönbe robbannál föl, és fölrobbant a lakása. Yeah. És megsérült, és vér, és minden a világon, és hihetetlen pánikba estem, hogyha nekem ilyen, mert ugye az akarat és a tudat és a gondolat az teremt. Csak én nem tudtam, hogy ennyire. És nekem meg különös egy ilyen szenzitív személyiség vagyok, hogy ez rettenetesen nagy. Olyan volt, mintha egy robbanást visszafele mutattak volna, és én minden kockáját láttam. Annyira megijedtem, hogy akkor egy darabig teljesen abba is hagytam, és azt mondtam, hogy addig, amíg ezzel az erővel nem tudok mit kezdeni, addig nem csinálok semmit. Mert én simán megmondtam valakinek, hogy jó, hát lehet, hogy egy két hét múlva meg fogsz halni, hát úgyhogy ez nem probléma. Csak közben sokkot kapott az illető, és ha más nem, akkor félelembe csak bele lehet halni. Úgyhogy elmentem mesterekhez, kettőhöz is, és most 15 éven keresztül tanultam ezt az univerzumot, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam előtte is, asztrológiát, meg számisztikát, meg mit tudom, tengerjóslásról kezdve az ég adta világon mindenfélét, minden izgatott. Mert hogy mindig beszéltek valamiről, minden újabb információ volt, és utólag kiderült, itt csináltak rólunk egy filmet, az Ezotérben címmel, és ott 9 darab ember maradt fönn a szűrőn, aki végül is mindent jól tudott elmondani arról a rendezőnőről, és akkor jöttem rá, amikor a filmet megnéztem, hogy ki hogy látja ugyanazt az embert. És jó, hogy az én egész elemzésem nem volt benne a filmben, de amit a többiek elmondtak, én szó szerint ugyanazt mondtam az illetőről. És a többiek is ugyanazt mondták, mint amit én. És rájöttem, hogy hát te ez a kép vagy, és aztán, hogy én most egy ilyen szűrőn így nézem föntről, tehát tök mindegy, hogy érzékeli a másikat, milyen érzékelésén keresztül lát tiszta képet róla, de ugyanazt a képet látja. És akkor jöttem rá, hogy ezt nagyon erősen meg kell tanulni, akkor elmentem két mesterhez, és dr. Molnár Gábornak hívják a mesteremnek, aki a különböző helyeken megszerzett tudásomat, mint egy ilyen gyöngysort fölfűzte, és a hiányokat elmondta. Fantasztikus biztonságot adott attól kezdve, nem kellett soha többet félnem, hogy hülyeségeket beszélek, hogy kárt okozok valakinek. Tehát egyszer azt mondta, és életem legnagyobb dicsérete volt, amikor azt mondta, hogy szívből szólok is igazat. Mennyire tartott fontosnak, hogy akik hozzád fordulnak, azok először megismerjék önmagukat? Tehát, hogy az önismeret. Hiszen gyakran tévképeink vannak,
próbálunk megfelelni a szüleinknek, az iskolának, a munkahelyünknek, és esetleg valami olyat kényszerítenek ránk, ami nem mi vagyunk. Ilyenekkel találkozol? Persze, rendszeresen találkozom, de ugye egy ilyen beszélgetés kapcsán nem tudom neki megmondani, hogy kell hozzáálljon. Van egy nagyon klasszikus mondat, amit imádok, és mindenkivel leíratok, és mindenkivel hazavitettem, és mondtam, hogy nyomtassa ki, hogy ha bárkihez hasonlítjuk önmagunkat, mindig fogunk találni nálunk jobbat, meg rosszabbat. Valakinek az a baj, hogy kövér, akkor nála kövérebbet, meg soványabbat, stb. De arra az egy feladatra, amire mi születtünk, kizárólag mi vagyunk tökéletesek. És ez nem vicc, és tényleg a magyarban rengeteg, ugye itt a Lélektévében a műsorom is az, hogy tudod-e, mit beszélsz, mindenre van egy speciális kódja a magyarnak, és többek között erre is, hogy az ember egész pontosan tudja, hogy mire született, és tudja, hogy mit tehet meg, vagy mit nem, és ha hallja a saját szövegét, amilyen kifejezéseket használ arra a dologra, hogy ahogy éli az életét, minden alkalommal azt szoktam mondani, hogy ezt ne vegyük véresen komolyan. És egy darabig ez csak olyan költői mondatnak hangzott el, miközben rájöttem, hogy a különböző figyelmeztetések, az auránknak valahol a külső rétegénél kezd, és akkor picit megszédül, és egyébként nem is tudja, hogy mi történik. Én már akkor azt szoktam mondani, hogy amikor egy ilyen kis furcsaság történik, akkor nézd meg, hogy éppen miről beszélsz, vagy kivel beszélsz, vagy éppen mi történik. És amikor jön beljebb, és beljebb, és beljebb, és már konkrétan elvágja a kezét, vagy fizikálisan megsérül, tehát vért látsz már, akkor már véresen kellene komolyan venni, mert utána már a betegség jön, vagy az óriási nagy baleset. És ezt mindenkinek ugye el tudom mondani, hogy ne vegye véresen komolyan, de ugyanakkor játssza komolyan a játékot, mert az élet, szóval olyan rengeteg ilyen kifejezés, az élet egy játék. Na de hogyha bemész egy színházba, és ott elhülyéskedi a színész a színdarabot, senkinek nem jó. Azt ott abban a pillanatban komolyan kell játszani, de azért a harmadik rihát se szurkálja le a kollégáit a színpadon. Úgyhogy ennyire, csak ennyire kell komolyan venni, érted? És abban a percben, hogyha ő ezt meg tudom vele értetni, hogy mindenki más a saját szemüvegén keresztül nézi azt, hogy most hogy nézel ki. Ha nem lenne tükrünk, most őszintén tudnánk, hogy hogy nézünk ki? Nem, tehát... És az, hogy egy másik ember, hogy milyennek lát engem, és fölvettem egy papucsot otthon, amiben otthon meszeltem, és kimentem vele az utcára. És akkor mondja az egyik kollégám, hogy hát ha most nem hívom föl rá a figyelmet, én észre se vettem. És még 100 ember észre se veszi. Miközben az emberek százai úgy mennek az utcán, úgy élik az életüket, hogy mit szólnak hozzá. Senkit nem érdekel. Őszintén szóval minden ember kizárólag a saját érdeke és a saját élete érdekli, és az is érdekes. Tehát az az ő érdeke, hogy ezt ő komolyan vegye, de igazából nincs benne a mi életünkben egy másik ember. Tehát se a férjünk, se a szerelmünk, se a gyerekünk, se senkinek, inkább így mondom, tehát senkinek nem lehetek annyira fontos, mint én saját magamnak. De mielőtt még valaki elhiszi, hogy ő a legfontosabb, és mindenki másról fütyül, nem. Én fontos vagyok annak a színdarabnak, amit én írtam, én vagyok a főszereplője, de semmiképpen nem árthatok senkinek. És aki jó kislány akar, vagy jó kisfiú akar lenni, az csinálja azt, hogy legyen minden úgy, ahogy nekem tökéletes, mert akkor jól játszom a szerepet, de úgy, hogy soha senkinek ne ártsak. Van egy Szabó Ica nevezetű hölgy, aki zseniális akadémiát csinál, és neki van egy mondata, hogy legyen jó ma is, legyen jó holnap is, legyen jó nekem, de legyen jó másnak is. Azt akartam kérdezni, hogy most sokan biztos azt mondják, akik nézik ezt a riportot, hogy ez nem önzés. Igen, úgy hangzik, mintha önzés lenne, de önmagam és ön, kedves uram, az ugyanaz az ön. Uh-huh. Tehát a magyarban benne van az, hogy mind egy, és ha jól csinálom konkrétan a szerepemet, tehát, tehát az a fajta önzés, amit mi önzésnek hívunk, én úgy érzem, hogy az, hogy én és senki más nem érdekes, és nem is fontos. Dehogy is nem, mindenki más is fontos, de nem egy színdarabban nem ugrálhatok úgy, hogy a másiknak ott van a kelléke, másik tudja a szerepet, én meg közben elfelejtem a sajátomat. Tehát játszam jól, és segítsem a másikat. Tehát akkor ez a kettő az úgy együtt lesz, és akkor egész biztos egy kerekebb és egy szebb vagy egy hasznosabb dolog jön létre. Ki szoktad nevetni magad? Jaj, egyfolytában. Annélkül szeretném. Na ezt kérdezted az előbb, hogy minek van, vagy minek köszönhető a népszerűség. Én nagyon jó tanár vagyok, és nagyon jól tanítottam annak idején az iskolába is. Egyfolytában dőltek a gyerekek a röhögéstől. A szószoros értelemben bruhaháztak, úgyhogy volt olyan, hogy bejött az igazgató megkérdezni, hogy azt hitték, hogy nincs bent tanár. És, de én nem vicceseket mondtam, hanem csak a karakterem a koromtól független. Én teljesen lazán tudok beszélgetni, engem egyáltalán nem érdekel, hogy kit érdekel, hogy van ráncod, vagy nem tudom. Persze, ha nem tudod humorosan nézni az egész világot, és őrülten komolyan veszed magadat, akkor már régen rossz. Persze, mindig. Úgy gondolom, hogy te a mai napig képzed magad, tehát, hogy mindig utána olvasod dolgokat, fölveszed az új tempókat, új irányzatokat, azokba is belenézel.
Mert azt látom, legalábbis amióta én ismerlek téged, hogy így egyre tágul az az ismeret. Persze, amiről beszéltünk már, hogy ez az univerzumból jön és jön keresztül rajtad, de hogy ez mindig kapcsolódik valaki máshoz is, aki itt a Földön tevékenykedik. Kapcsolódik is, de most meg nagyon érdekes, mert annak idején, amikor az első mesteremnél jártam, és már az időszaknak a vége felé, akkor egy idő után már semmi újdonságot nem hallottam mondatként elhangzani, hanem szinte végigaludtam két napot. És azt hoztam le magamnak, hogy mindig fölébredek, tehát mindig ott vagyok, amikor egy olyan mondat hangzik el, amit nem ismerek, vagy mások kérdeztek valamit, hogy én mit válaszolnék rá, és ha ugyanazt, amit a mester, akkor azt már jól csináltam, és akkor utána egyet magasabb osztályba léphettem. És azt néztem, hogy ma már nagyon sok olyasmit olvasok el, nem azért, mert nem tanulhatnék újabb és újabb dolgokat, hanem azon a tanári szinten, ahol én vagyok, ott azt tudom. Na most én olyanokat szoktam csak tanulni, vagy olyan embereknek az előadásait hallgattam meg mai napig is, ahol újdonságot nem mond nekem, de másképp beszél róla. És hogyha én A emberrel beszélek, vagy B emberrel, akkor lehet, hogy annak a valakinek a stílusa szerint, vagy ott elmondott valamilyen példa szerint jobban megérti. Tehát én ilyenek miatt rengeteg könyvet olvasok. Hát most éppen sajnos költözködnöm kellett és szanálni a könyveket, de hát olyan 5-6 ezer könyvem biztos volt, amit el is olvastam. Most, ami most van, az kb. 2-3 ezer, de ez mind ezotériával kapcsolatos könyv. És egy-egy mondat, egy-egy izézet, leveszem, odaadom, megmutatom, címet adok, stb. Most már viszonylag kevés az, ami teljesen vadonatúj információ. Ez lehet, hogy már egy egyetemi szintre kellene föllépnem, de azon a szinten, ahol én tanítok, ott most az elég, amit én tudok, és azt csak színezem. Azt gondolom, hogy a segítséged, amit adsz a hozzáfordulóknak, annak a nagy része az pozitív. De volt olyan kellemetlen élményed, amikor ez valami félreértésből, vagy esetleg nem azt hallottam, amit mondtál? Persze. Sőt, ez mindenki... Ezt azért kérdezem, hogy mennyire viseled a kritikát? Tehát, hogy mennyire fontos... Nagyon jól. Régen borzasztóan, mert nem volt önbizalmam, és nem volt hitem. Először is ma ezzel a kártyával kapcsolatban, illetve egyáltalán sorselemzésnek hívom inkább, ezzel kapcsolatban addig, amíg én egyfolytában féltem, hogy de mi van akkor, ha hülyeséget mondok. Szóval én nagyon sokáig féltem tőle, most viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy számba kapom vissza a visszaigazolást, hogy ez tényleg így történik. De amikor már fantasztikusan elmegy az ember agya, és már azt hiszi, hogy egy hibátlan és egy tökéletes én vagyok, szóval komolyan, abban a percben beszól valaki biztos. Na most még az is lehet, hogy igaza van. Mert esetleg beszól, hogy maga egy tahó, és hogy lehet valakit így ledorongolni. Egyébként érdekes módon, saját magamnak is meglepő módon, időnként rettenetesen letolok embereket. Időnként üvöltözni szoktam. Igen. És azt kérdezte valaki, emlékszem, hogy egy társaságban a férjemtől, hogy de hát hogy lehet így beszélni valakivel, azt mondja, azért, mert sokkot kell okozni, és nem mindenkivel ordít, hogy ez feltűnt-e valakinek. És pont tegnap este beszélgettem egy hölgyel, aki egyszer csak azt mondta, hogy na, ezért volt szükségem rád, ezért kellett veled beszéljek. Mondom, miért? Mert én egy jó 30 percig beszélgettem vele csöndesen, halkan, megértően, és olyan idegesedtem, amikor 10-szer mondok el valamit, és ugyanazt megkérdezte. És ráordítottam, hogy de hallottad, hogy mit mondtam? És azt mondja, na ez kellett nekem, ez kellett mondom, és miért jó neked az a kiabáló? És ezen gondolkoztam, hogy ugye elvileg megértőnek kellene lenni is kedvesnek valakivel, igen ám, de mi van akkor, hogy egész életében semmi más nem értett meg, csak ha ordítottak vele. És ő megszokta ezt a hangszínt. Képzeld el, hogy annak idején rendesen iskolába tanítottam, kézműves dolgokat, meg ezerféle dolgot, és rájöttem, hogy gyerekek halálosan félnek a megemelt hangtól, úgyhogy én például néha ordítva tanítottam. De ilyen nagy intenzitása, hogy ez fantasztikus volt, fiam! És kiabálva hangosan, most direkt nem akarom fölvinni a hangomat, és volt olyan, hogy az anyuka berohant, hogy ne üvöltözzek a gyerekével, és kitört minden gyerekből a nevetés. Mert hogy nem üvöltözik, hanem most dicsértem meg, hogy ne féljen attól, hogy egy felnőtt megemeli a hangját. Én úgy féltem, Zoli, úgy féltem, hogy ezt el nem tudom mondani. És azt mondtam, hogy ezt, ha lehet, akkor kitörlöm mindenkiből. Igen, hihetetlen intenzív az energiát, tehát, hogy amikor halkan beszélsz, meg visszafogadtad, akkor tényleg azt érezni, hogy te ezt így belül tartod egy kicsit, tehát legszívesebben kirobbanna ez az egész. Szenvedélyes vagy. De ezt jól átszázol. Valami vicceset mondtál, mert a szenvedélyes a szó szerint azt jelenti, hogy szenvedéllyel, de nem szoktam szenvedni ilyen, mostanában már meg egész jól alszom. Nagy, hihetetlen méretű energia van bennem, amitől ez valamikor 18 éves koromban mondta egyszer egy borzasztóan ki voltam borulva, el akartam halni, meg minden, és írtam egy asztrológus bácsinak, és azt mondta, hogy nem jól látok, ezért nem tudom magának megcsinálni az elemzését, tudjon róla, hogy szörnyű természete van, de valószínűleg magának a legnehezebb ezzel az emberrel együtt élni, de meg fog változni, sokkal szeridebb lesz, viszont egyet ne felejtsen, hogy majd öregkorára tiszteleteljes körülmények veszik körül, de 100 éven keresztül egyfolytában ugyanannyi energiája lesz.
Na most ez 18 évesen elég viccesnek hangzott, de most meg már tudom, hogy mit jelent ez a végtelen energia, hogy tudod, mire jöttem rá? Az, hogy én már egy másik embernek mondok valamit, hogy itt bejön az információ, és kijön a számon, vagy a szívemen, vagy a kezemen. És ezért én például nem merülök le attól, hogyha volt olyan, hogy jöttem valami rendezvényen, egész nap reggeltől estig ott ültem, és mindenkinek mondtam a szöveget, nem ettem meg, sehol nem voltam. Abszolút nem fáradtam le, sőt, állandóan még jobban feltöltöttem, mert hogy én csak átengedem magamon. Én nem betegszem ebbe bele, vagy nem merülök le tőle. Szerinted jelen pillanatban merre tart a világ? Hát valószínűleg nem nagyon sok emberrel fog egyezni a véleményem, szerintem a világ gyönyörű. Én kíváncsi vagyok. Igen, a világ gyönyörű és hibátlan. Tényleg. És a világ jó fele tendál mindenféle szempontból, és ha megnézzük, elkezdték mondani, hogy mennyi minden nehézség meg egyebek van, sokkal hosszabb ideig él az ember, sokkal jobb anyagi körülmények között él, Etiópia már nem arról híres, hogy éhen halnak benne az emberek. Tehát rengeteg dolog változik, csak például a magyarban a tagadva igenelés, hogy mi azt mondjuk, megmutatunk valakit arra, és azt mondjuk, hogy nincs semmi baj, benne van a nincs is, a semmi is, meg a baj is. Tehát mi tagadva igenelünk, és ezért ez egy pesszimistább látásmódot ad az embernek. Én azt gondolom, hogy ha végignézi valaki, hogy hol él és hol tart, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban él, mint a nagyszülei vagy a dédszülei. És egyszer beszélgettem egy indián lányjal, aki, most hallottam, hogy az indiánokat nem indiának kell hívni, hanem natívnek, mert ők nem szeretik azt, hogyha indiánozzák, miközben semmi közük az indiaiakhoz. Hogy kérdeztem tőle, hogy így alapvető, tudom, óriási bölcs kérdés, hogy mi az alapvető különbség, ami ennek látja a magyarokat, meg ő saját magukat. Mondta, hogy a Perúból jön egy nagyon szegény helyről, és azt mondja, igazából ami a legelőször meglepett, hogy nálatok az is panaszkodik, aki milliómos, nálunk, aki holnap éhen hal, az ma még boldog, hogy él. Szerinted ez egy tipikus magyar dolog, be vagyunk kódolva erre, hogy soha semmi nem jó, tehát ez a panaszkodás, elégedetlenség, nem találjuk a helyünket. Én nem is tudom, hogy miért van ez. Komolyan mondom, hogy nem tudom, hogy miért van. A gondolat az olyan hihetetlen szinten teremt, és ráadásul annyira gyorsan mostanában, hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha az emberek végig gondolnák, hogy mit ejtenek ki a szájukon. És igazából, ha megnézem, pláne tudod az elemzésre, megnézem valakinek, hogy él és milyen szinten van. Képzeld, az elején elkezdem, amíg ő elmeséli éppen a problémát, elkezdek jegyzetelgetni, és van benne 15-20-50 olyan állandóan kimondott szó, hogy kész csoda, hogy még él. Uh-huh. És ha valaki elkezdene odafigyelni a gyönyörű magyar nyelvünkre, hogy konkrétan mit ejt ki a száján, és ezt megváltoztatnám, mint ahogy annak idején, amikor a nagy változás volt 42 éves koromban az életemben, én bizony leírtam, gondolat nagy takarításnak hívják. Az összes ilyen kifejezésemet, amitől pocsék volt az életem. És én hűltem el, hogy miket mondok. Állandóan átírtam, attól kezdve semmit nem mondtam ki a bal oldalról, csak a jobb oldalról, kijavítottam, ha igen. És képzeld, hogy 2 hét alatt megváltozott az életem. Ezt mindenkinek elmondom, döbbenetes. Teljesen elhiszem, amit mondasz, tehát, hogy grafológiát, amikor tanultam, és elemezték először a grafológus nő, aki tanította nekem ezt a csodálatos dolgot, fölhívta bizonyos dolgokra a figyelmet, és tudatosan elkezdtem másképp írni. És megváltozott. Meg, abszolút. Tehát, hogy amit az jelzett, az visszájára kezdett el fordulni. Pontosan. Egyébként a grafológia így gyógyít. Nekem ez nagyon tetszett, hogy én 3-4 ilyen jelet én is tanultam, de nem olyan sokáig, és 3-4 jelet tudom, hogy mit jelent a párkapcsolata, még mit jelent a saját személyisége, mit jelent a pénz, stb. És ezt úgy közben is meg szoktam mutatni. De például érdekes kérdezted, hogy tudok változtatni rajta. Én rengeteg gyakorlatot mondok. És a másik az, hogy én nagyon-nagyon földies, gyakorlati, praktikus példákat kapok éjszaka, hogy lehet ennek az embernek megmagyarázni, és akkor emlékszem, hogy egy férfi, egy nagyon szkeptikus pasi jött egyszer hozzám, de csak így kíváncsiskodni, és képzeld, éjszaka azt álmodtam, hogy a férfi sofőr. És megkérdeztem tőle, hogy végig tudna menni a városon, ha nem ismeri a kreszt, nem ismeri a várost, és még sose látta az autót, de én megmondom, hogy azt a pedáltot nyomja, de 200-ig. Hát, hogy hányszor sérülne meg, azt mondja, megértettem minden. Érdemes megtanulni az univerzum törvényeit. Ez nagyon érdekes, és ezt is említetted már, hogy minden egyes kuncsaptod vagy kliensednél te magad is tanulsz. Igen. És úgy látom, hogy mindenki másnál valahol máshol jön be az információ, vagy a megfoghatóság inkább. Abszolút. Ez egyébként tudod, hogy eszembe jutott az, hogy a bölcs a máskárán tanul? Én nekem az életemben körülbelül a fele fiaskónak nem kellett megtörténnie, mert én másoktól hallottam, hogy hú, ha de jó, ezt most itt elmondta, és mi lett ennek a vége, milyen szerencsé, hogy én ezt még nem csináltam. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és hát nagyon sokszor volt olyan, emlékszem, hogy maga honnan tudja, hogy fogorvos vagyok, hát
semmi közöm se az autószereléshez, semmi, és időnként olyan példákat mondok, amin ő azt megérti, és akkor néz rám, hogy ezt én honnan tudom. Nem tudom. Nem is értem, amit mondok. Ismerd azt a viccet, hogy a kártyajoshoz elmegy a pasimmal, szeretne megkérdezni valamit, leül a kártyajossal, és kártyajos, hogy megkérdezi tőle, és miért jött, uram? Ja, ha ezt se tudja. Igen, az állatorvosnál azt mondja, hogy mondjuk el, hogy mi a tünet, aztán ne vicceljen, mert hát egy állatorvosnak nem mondják, és mégis kell tudni pontosan. Egyébként tőlem szoktak ilyet kérdezni, tényleg, hogy mit tudom, megkérdezem, hogy van-e gyereke, vagy férje, vagy bármilyen. És azt mondja, miért ezt nem tudja? Mondom, de látnám a kártyában, csak nem ezt nézem, de ha gondolja, akkor most itt kezdünk el tesztelni engem, hogy mi mindent tudok megnézni a kártyában, mert mindent. A kártyát megkérdezem, akkor egy perc alatt válaszol. Csak lerövítem vele az időszakot, hogy először is, ha megkérdezem tőle, hogy miért jött, magát a problémáját, az életkörülményeit azért nem szoktam rögtön megkérdezni az elején, sőt, semmilyen formában, mert hogy én elmondok róla egy csomó mindent, amitől tökre elálljon, hogy én ezt honnan tudom, és a bizalmat megkapom általa. Viszont azért kell megmondani, hogy is miért jöttél el hozzám, vagy miért kérsz tanácsot, hogy hol tart azzal a problémával szemben, hogy fogalmam nincs, hogy mit csináljak, vagy hogy rájöttem, hogy mit toltam el, csak még nem tudom, hogy kell ezt helyrehozni. Tehát valahol azért szembesülni kell a saját életével valakinek. Mit szeretsz a legjobban most, a mostani életedben, és most nem az ezotériáról beszélek, meg nem a munkádról, hanem az egyébként, mit kedvelsz? Olyat is mondhatsz, hogy szeretted a kompjútert, tehát bármilyen, amit szeretsz. Kettőféle nagyon érdekes dolog, mert pont egy olyan időszakban kérdezed, amikor hihetetlen mennyiségű sok dologgal kell foglalkozzak, és kisborulok időnként tőle, hogy egyszerre hogy tudok odafigyelni 70 félére, és hogy bírom-e, hogy meg tudom-e csinálni, hogy a végére tudok-e jutni, de hát egyébként pedig van egy 4 éves különleges unokám, van 5 unokám, mindegyik nagyon különleges személyiség. Ez a picike, ez azért jött le a földre, hogy megtanítsa a saját családját, meg a környezetét szeretni. A szószoros értelemben. Én nekem nem volt semmi olyan élményem, hogy én ültem valakinek az ölébe, és dédelgettek volna, hogy valami. Ez a gyerek olyanokat, egy meghatót mondok, hogy nyár volt, izzadt a lábom, koszos voltam a konyhában, ott mezítláb állok, és egyszer csak így letérdelt a lábamhoz, megpuszilta. Mondom, Petike, mit csinálsz vele? Tiszta piszok a lábam, azt mondja, nem baj, messze van a szívedtől, és azt akarom, hogy ő is tudja, hogy szeretlek. Ez egy olyan szívbe markoló mondat volt, és nálunk ez egyáltalán nem divat. Úgyhogy, és ráadásul ez a kisgyerek olyanokat szokott mondani, hogy ilyen meglepő módon, hogy még csak most 4 éves, hogy azt hiszem, hogy jó, hogy lejöttem, mert jobbá tudtam tenni a dédit. Na most a dédi, amikor meghalt, ő még csak 1/2 éves volt. Mondom, és ezt kimondta neked, Petike? Azt mondja, senki. Megkérdeztem a tündértől, és azt mondta, hogy jöhetek. Tehát szóval valami különleges kis személyiség, abban a percben, hogy elveszem a kártyámat, ő is megjelenik a cigány kártyába, és rakja ki, és ő külön rakja a rossz lapokat benne, hogy ne legyen szomorúság az embereknek. Képzeld el. Úgyhogy ez a legnagyobb boldogság pillanatnyilag, mert egészen különleges kapcsolatunk van, és még nem kötöttem ennyire senkihez, mint hozzá, bár megpróbálom leválasztani magamat róla, hogy ne legyen hiányérzetem. Mondj nekünk egy praktikát, hogy mit csinálsz, az előbb mondtad, hogy torlódnak a dolgok nálad is, hiszen annyira rohan a világ. Jaj, hihetetlen. Hogy szelektálsz? Ez nehéz, mert hogy én egy földjegyű vagyok, és szoktam írni egy listát, ezt úgy mindenkinek is tudom tanácsolni, és az összes dolgot, amit meg kell csinálni, és akkor vagy egy óra múlva, attól függ, hogy mennyi időm van rá, vagy lehet-e másnap, akkor besorszámozom. És akkor életveszélyesen fontos az elejek, azok az egyesek, és ha végig megyek rajta, akkor 2 dolog történik, először is vége lesz egy idő után a listának, másszor nem felejtek el lényeges dolgokat, harmadszor pedig végtelen bükszeiséget okoz, amikor egy 30-40 tételes dolog van egy nap, és az mind ki van húzigálva. Tehát, hogy rendet rakni akár a tevékenységben is, vagy az éppen tennivalókban, mert időnként, hogy ide kell menni, oda kell menni, és én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy ezt egy kicsit odébb rakom, ott azt eltöm, és itt is, meg ott is káosz lesz, és akkor leülök ilyenkor 2 percre, hogy nyugalom, mert így nem lehet megcsinálni. És akkor jön a lista, és akkor megyek szépen végig rajta, és megcsinálom. Hát köszönöm szépen, hogy meséltél. Köszönöm szépen a kíváncsiságot is. És aki szeretné az Ildikót, megtalálhatja. Minden csütörtökön 17:30-kor a Lélek TV élő adások menüje alatt van egy pont, ahol a te fényképed ott áll, és oda kell csak ráklikkelni. És a praktikáidat is megtalálják a Lélek TV oldalon, amelyeket már mondtam, hihetetlen népszerűek. Kívánom, hogy élj 100 évig, teljes egészségben, boldogságban. Eddig tervezem. Szellemi potenciál is legyen nagyon magas végig. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Minden jót kívánok mindenkinek.